hanem meghívjuk Rómából a korszaknak az egyik legnevesebb egyháztörténelmi szakértőjét, és ő fogja ezt számunkra prezentálni. Nem csak ez a cég, amit itt élek, és szeretettel köszönöm Don Roberto Regoli professzor urat, a Pápai Gergely Egyetemnek rendkívüli professzorát, az azt jelenti, hogy mondjuk lesz rendes professzor, ez nem magatartási, ugye besorolás, hanem az előre menetelnek egy-egy szinte, aki bevezetésképpen rövid tájékoztatást is fog adni intézményéről, hiszen látjuk a bevezető órán, hogy az egyháztörténet tudománynak intézményeiben, kiadványaiban is egy nemzetközi szupranacionális vállalkozás. Úgyhogy az előadás első felében röviden fog szólni erről az egyetemről, ahol ha lesz ambíció, idő, kedvünk, lehetőségünk és módunk, ugye mi is tanulhatunk majd, hogyha itt befejeztük tanulmányainkat, és a második felében, nagyobbik felében fog a zsinatról beszélni, és külön öröm, hogy pár hónapja Regoli professzor az Archivum Historiae Pontificiae-nek, ugye néztük ezt a pápaság fölötti folyó dolgot is, ő az igazgatója, tehát azt lehet mondani, hogy nem csak a nemzetközi egyházközi oktatásnak, hanem a pápaság történetek, mint tudománynak is ugye jeles szakértője áll előttünk, és nyilván nem csak a szellemi örömé az itt lét, hanem az elmúlt tagból, ugye figyeljük úgy, és hogy természetesen vizsgázni is fogunk. Buonasera. Good evening. I will speak in Italian. Sorry. Ringrazio il professor Peter Tuscia per questo bel invito. Abbiamo collaborato insieme alcuni anni fa per uno studio sul papato e le chiese nazionali ben riuscito. Köszönöm Tuscia tanár úrnak a meghívást. Néhány évvel ezelőtt egy közös projektben dolgoztunk a pápaság története Kelet-Európával kapcsolatban. Il vostro professore non solo fa insegnamento, ma studia e continua la ricerca, e spesso ci incontriamo agli archivi segreti del Vaticano. A tanárunk nem csak tanít, hanem ilyen gyakran egy kutatás ügyében jár Rómában, és olyankor szoktunk találkozni. Grazie ancora per l'invito. Allora, voglio parlarvi della Università Gregoriana, che è una università pontificia. Pápai Gergely Egyetemről szeretnék beszélni, Pontificia Università Gregoriana, ami Pápai Egyetem. Nel mondo esistono le università cattoliche e le università ecclesiastiche. A világban mindenütt vannak katolikus egyetemek és vannak egyházi fakultások. Voi siete un'università cattolica. A Pázmány egy katolikus egyetem. Cosa significa? Significa che un centro accademico che vuole studiare le diverse discipline umane alla luce del Vangelo. Ez egy olyan akadémikus intézmény, amely az emberi tudományokat az evangélium fényében kívánja vizsgálni. Lehet hallani a hangomat? La università ecclesiastica è diversa e si occupa della dottrina della Chiesa e delle scienze unite alla dottrina della Chiesa. Az egyházi fakultás más, ez az egyház tanításával foglalkozik és a katolikus hit fényében vizsgálja ezt a tanítást. Alcune università cattoliche sono pontificie e anche alcune università ecclesiastiche sono pontificie. Egyes katolikus egyetemek és egyes egyházi fakultások pápai egyetemi rangot viselnek. Voi siete università cattolica ma non pontificia. A Pázmány katolikus egyetem, de nem pápai egyetem. L'università gregoriana è ecclesiastica e pontificia. A Gergely Egyetem egyházi fakultás és pápai egyetem. A Roma esistono sette università pontificie. Rómában 7 pápai egyetem létezik. La Gregoriana è la più antica di tutte. Ezek közül a legrégebbi alapítású a Gergely Egyetem. Ed è stata fondata dai Gesuiti. Jezsuita alapítású. Ed è questa la facciata, va bene. Un po' di pubblicità. Itt láthatják a homlokzatát, itt egy kis reklámnak is helyet szorítunk. Abbiamo facoltà, istituti e centri di ricerca.
A felosztása szerint vannak karai, vannak intézetei és vannak kutatóközpontjai. Io mi trovo in quello di storia della chiesa. Az én helyem az a egyház történet, az egyház története és kulturális javai karon van. Da quando è stata fondata dalla metà del XVI secolo, l'università ha avuto molti studenti illustri. A 16. század közepe óta, amikor megalakították, ennek az egyetemnek igen sok jeles hallgatója volt. È una università internazionale e vedete un grafico delle lingue degli studenti presenti. Nemzetközi egyetem, a grafikon azt mutatja, hogy nyelvek szerint megoszlásban hogy néznek ki a diákjaink. Ci sono anche ungheresi, ma la lingua fa parte delle varie. Magyarok is vannak itt, ez a 30%-nyi egyéb nyelven között szerepel. Italiano, spagnolo, inglese e via dicendo. Itt csak a 6 legfontosabb nyelven kiemelve a legnagyobbak, olasz, spanyol, angol, portugál, francia és német. E questi sono i continenti di provenienza, l'Europa alla metà degli studenti. Itt a földrészek szerinti megoszlás látszik ezen a grafikonon, az európai diákok teszik ki a felét a diákságnak. L'Oceania è la più piccola. Oceania a legkisebb. Il numero corrisponde alla presenza dei cattolici nei paesi. Körülbelül megfelel a katolikusok részarányának az egyes országunknak. L'insegnamento è lingua italiana. A tanítás nyelve az olasz. Ma ci si rivolge agli studenti di tutto il mondo. Gli studenti... De a világ minden diákjához próbálunk szólni. I professori sono uguali come tutto il resto delle università del mondo, ma la vera differenza non sono i professori che anche vengono da 30-40 paesi differenti, ma sono gli studenti del clima. A tanári kar is 30-40 országból jön össze, de az igazi különbség az a diákságban is és az egésznek a légkörében elég. Attualmente gli studenti della Gregoriana vengono da 124 paesi differenti del mondo. Jelenleg a diákok 124 különböző országból tanulnak ezen az egyetemen. Una meraviglia. Nelle pause accademiche potete parlare in tutte le lingue. Az órák közötti szünetben bármilyen nyelven lehet gyakorlatilag beszélgetni. Quando ero studente, la prima pausa era con gli amici degli Stati Uniti d'America, la seconda con i francesi e la terza era libera. Amikor én tanultam, itt akkor az első szünetben az amerikaiakkal beszélgettem, másodikban a franciákkal, és a harmadik már üres voltam. Molto utile per imparare le lingue, e ci sono anche gli ungheresi. A nyelv tanulás szempontjából sem utolsó, és még magyarok is vannak. Benissimo. Abbiamo avuto molti studenti in questi 5 secoli, 23 santi. A diákjaink között 23 szent is felsorolható. Abbiamo avuto 23 santi, 50 beati, ma qui c'è solamente un santo, perché è l'unico professore diventato santo in 5 secoli. 23 szent és 50 boldog ellenére csak egyetlen egy olyan volt professzorunk van, aki szent is lett, ez Belemünt Szent Róbert. Pázmány tanára. Egy professzor di Pázmány. Ah, ecco. E qui sono alcuni nomi dei santi. Néhány szent ősorolása. Colbe, Olers e altri. E poi abbiamo 50 beati. Az 50 boldog. E 16 papi. 16 papi. Ma come studenti ai nostri giorni abbiamo, oltre ai giovani, anche persone adulte che vengono da carriere interessanti, diversi ambasciatori, anche ex primi ministri di paesi dell'Unione Europea e anche ex segretari della NATO. Studenti. Studenti? A diákjaink között nagyon érdekes
pályákról is érkeznek, már felnőtt emberek vannak közöttük. Volt nagykövetek, Európai Uniós tagállamok, volt miniszterelnökei és NATO főtitkár is. Un ambiente interessante. Egy szóval érdekes hely. Stop. Technikai szünet és elkezdjük, hogy a Gregoriano bemutatása után tulajdonképpen előadás tárgyunkat csinálunk a teljes hallgatóságról ebből a szögből. Próbálj meg értelmes képet vágni, még ha a nehéz is. Eltűnt a képernyőről a kép, ha valaki tudja, hogy melyik gomb az, amit jelentem. A platformon. Oké. Adesso. Ci capisce? Forse sì. Valami vedete, hogy megjelentem. Intézmény, ami professzor úr itt nekünk röviden bemutatott, ami tényleg a jelenben is megjeleníti azt a, használtuk már ezt a fogalmat, ugye az egyház történet, ami szupranacionalitás, ugye hát ez most meglehetősen jól volt bemutatva, és hát ugye maga az a jelenség, egy intézmény, ugye a szentjei tartozás és a borgovai, amelyek közül az első még Pázmány tanáról volt, meg azt az elképesztő kontinuitást mutatja a számunkra, amit az egyháztól a viselkedési rendszer mutathat. Hát, hogy a történésznek elnézhető különbsége nincs is, de szerintem elmúltak a technikai problémák, úgyhogy visszaadom a szót. Nem múltak el. Mi a volt? Da tre anni circa, insieme ad alcuni colleghi europei, sto dirigendo un gruppo di lavoro di studi sul Concilio Vaticano I e la modernità. Az utóbbi három évben európai kollégáimmal együtt az első vatikáni zsinat és a modernitás kapcsolatával kapcsolatos kutatócsoportot vezetek. Il Concilio Vaticano I è molto studiato, ma lo stiamo approcciando come l'ermeneutica che vogliamo avere e leggere il Vaticano I e la modernità, considerando il Vaticano I come un concilio della modernità, della seconda modernità. Természetesen ezzel a zsinattal nagyon sokat foglalkoztak már a történettudósok. Az mi megközelítésünk, az a hermeneutikák, az a modernizmus és az első vatikáni zsinat kapcsolatát, tehát a moderni zsinat bemutatását szeretnénk megvalósítani. Al momento siamo un gruppo tra i 30 e 40 studiosi a seguire questo progetto. Abbiamo fatto dei workshop e pubblicheremo un libro. E anche il taglio che voglio dare nella relazione dell'ultima parte avrà a che fare con Vaticano I e modernità. 30-40 ember dolgozik ebben a kutatócsoportban, mindenféle workshopokat tartunk évközben, egy kötet megjelentetését tervezünk, és ez lesz valószínűleg a címe, az első vatikáni zsinat
és a modernitás. Adesso il primo tempo sarà più classico di presentazione del Concilio. Először egy klasszikus módon az alap adatokat elmondom a zsinatról. I concili nella storia della Chiesa sono molto studiati. A zsinatokat általában nagyon sokat tanulmányozták az egyház történetében. In questo momento diversi anche studiosi dell'Europa centro-orientale si dedicano a questo tema. Közép-Kelet-Európa egyház történészei közül is sokan foglalkoznak ezekkel a témákkal. È un tema molto importante nella storia della Chiesa. Az egyház története szempontjából igen fontos nyilván ez a téma. Perché in base a come si capisce un concilio, si capisce la Chiesa, cioè si dà un'idea di Chiesa, si vincola una immagine di Chiesa. Tehát a zsinat leírásából vagy megközelítéséből következtethető az egyház kép, illetve az egyház képpel van összefüggésben. E quindi può diventare un tema di grande attualità nella vita della Chiesa. Ezért van nagy aktualitás az egyház életében is a zsinatokkal kapcsolatos kutatásoknak. Che cos'è un concilio? Mi a zsinat? È una riunione episcopale deliberante intorno alle materie religiose. Püspökök gyűlése, ahol határozatokat hoznak vallásos tárgykörben. Ai concili non partecipano solo i vescovi, ma anche gli abati, i superiori religiosi e a volte dei laici. A zsinatokon nem csak püspökök vesznek részt, hanem szerzetesrendek elöljárói, apátok, olykor világiak is. Nel Medioevo i laici si appellavano al concilio per avere anche giustizia. A középkorban a zsinathoz fellebbezhettek a világiak, hogy igazságot szolgáltassanak nekik. Ma più ci avviciniamo ai nostri giorni e più cade questa forma. Più ci avviciniamo ai nostri giorni e più si ha un concilio clericale. Ahogy közeledünk napjainkhoz, annál inkább klerikálissá válik a zsinatnak a fogalma és megrendezése. I più antichi concili della Chiesa sono i concili provinciali. A legrégebbi zsinatok az egyházban provinciákra, egyház tartományokra vonatkoznak. Nati in Nord Africa soprattutto. Főleg Észak-Afrikában. E copiano un modello presente nel mondo pagano. És egy olyan modellre épülnek, ami már a pogány világban jelen van. Solo nel IV secolo si ha un concilio che riguarda tutto l'impero romano. Csak a IV. Századtól valósul meg olyan zsinat, ami az egész római birodalomra vonatkozik. Ed è il concilio di Nicea che hanno già studiato, credo. La Nicaiai zsinat, amiről már tanultak. Sapete già tutto. Mindent tudnak. All'esame sanno tutto. Voglio vizsgálni. E il concilio di Nicea è considerato ecumenico. Ezt ökumenikus zsinatnak tartjuk, a nicaiai zsinatot. Ma ci sono diversi tipi di concili, provinciale, regionale, nazionale, continentale. A zsinatok kiterjedésük szerint lehetnek egyháztartományra, régióra, egy nemzetre, egy földrészre, vagy általános ökumenikus zsinatok. Nella storia è esistito solo un concilio continentale ed è quello dell'America Latina nel 1899. Az egyetlen földrészi zsinat Dél-Amerikában történt a történelem során 1899. C'è un dibattito storiografico intorno alla considerazione dei concili. A történetírás nem egységes a zsinatoknak a minősítésében. Quando un concilio è ecumenico? Quando un concilio è universale o generale? Ökumenikus, egyetemes vagy általános zsinatot kell mondanom. È molto difficile dirlo con chiarezza.
Ebben elég nehéz világosan fogalmazni. Perché entra in gioco la teologia e non solo la storia. Ebben nem csak a történetírás szól hozzá, hanem a teológia is. Chi ha steso il primo elenco dei concili ecumenici è stato Roberto Bellarmino, che di cui abbiamo visto la foto prima. Fatto. Roberto Bellarmino állította össze az ökumenikus zsinatoknak a listáját először. Ma c'è molta incertezza tra gli autori, anche tra i viventi. De a most élő szerzők sem egységesek a zsinatok megítélésében vagy minősítésében. C'è una scuola storiografica che dice che il termine ecumenico si può solo usare per i concili orientali. Van egy olyan iskola, amely ökumenikusnak csak a hét első kelet zajlott zsinatot tekinti. És solo del primo millennio. És csak az első évezred zsinatait. Ma non ci dice il perché. Igazából okot nem mond ehhez. Perché solo primo millennio? Perché solo orientali e non anche quelli occidentali? Nincs indok rá, hogy miért csak a keletieket és miért csak az első évezredbelieket tekintik ennek. Secondo questa scuola, i concili del Medioevo, ma anche il Vaticano I e il Vaticano II, non sono ecumenici, ma generali. Ezerint a történetírás iskola szerint a középkori zsinatok, de az első és a második vatikáni zsinat is nem ökumenikus, hanem általános zsinatnak tekintendő. Prevale un'idea teologica in cui si può parlare di ecumenico solo quando le chiese occidentale e orientale erano più unite. Nyilván emögött az a megfontolás húzódik, ami teológiai, hogy addig beszélhetünk ökumenikus zsinatról, amíg a keleti és a nyugati egyház még nem vált ketté. Ma un'idea teologica, forse ideologica, ma non storica. Ez egy teológiai, talán ideológiai ok, de nem történeti. Perché vengono considerati alcuni concili e non altri, non abbiamo un criterio oggettivo. Nincs objektív, egységes kritérium mögötte. C'è un'altra scuola storiografica legata a Brandmüller, che ora è un cardinale. Van egy másik történetírási iskola, Brandmüller élő bíboros nevével fémjelezhető. Che non ama questa divisione dei concili, perché dice che è difficile capire quando un concilio ecumenico e quando è generale. Ők abból indulnak ki, hogy ezt nehéz megállapítani, hogy mikor mondhatunk általános és mikor ökumenikus zsinatot. Perché dire ecumenico generale che cosa comporta in realtà? Valójában mi a különbség a kettő között? Il concilio ecumenico di Nicea del 325, a 325-ös nicaiai zsinat, è un concilio ecumenico che riguarda l'impero, ma non hanno partecipato i cristiani di Armenia o dell'Africa o dell'India. Ökumenikus zsinat, de nem vettek rajta részt az indiai, vagy örmény, vagy afrikai püspökök. Ecumenico non significa universale. Az ökumenikus nem jelenti azt, hogy egyetemes a zsinat. Allora è difficile capire cosa, come distinguere ecumenico generale. Allora questo cardinale, ora cardinale una volta storico dei concili, propone un'altra distinzione tra concili dottrinali e concili disciplinari. A Brandmüller féle iskolának a javaslata ezzel szemben a doktrinális és a disziplinális zsinatok megkülönböztetése. Cosa significa dottrinare? Így mondják? Jó. Cosa significa dottrinale? Dottrinale significa teologicamente infallibile, che dà un contenuto dogmatico esatto, infallibile. A dottrinális zsinatok azok lennének, amelyek tévedhetetlen teológiai tartalmat, dogmát mondanak ki. Ad esempio, i concili dell'antichità che ci parlano della divinità di Cristo. Például az ókori zsinatok, amelyek Krisztus istenségéről nyilatkoztak. Poi abbiamo i concili disciplinari che sono modificabili. Emellett vannak a disciplináris, vagyis megváltoztatható tartalmú zsinatok is. La disciplina non è il dogma, ma il modo di vivere nella storia.
a disziplína az nem dogma. Tehát ez azt tükrözi, hogy hogyan éljük meg ezt a történelemben. Ad esempio, alcuni concili proibiscono ai preti di fare il medico. Ed è una norma disciplinare. Vannak például olyan határozatok, amelyek tiltják a papoknak a orvosi hivatal gyakorlatát. Ez nem dogma, hanem egy disziplina. Infatti i nostri giorni abbiamo dei preti che sono dei medici, dei chirurghi anche buoni. Napjainkban vannak természetesen olyan papok, akik ezt a hivatást is gyakorolják, nemek sebészek. I concili disciplinari vietavano ai preti di fare di essere macellai. Például vannak olyan határozatok, amelyek tiltották a mészáros hivatás gyakorlását a papoknak. Norme molto storiche e contingenti. Ezek tehát olyan normák, amelyek az adott történelmi időhöz kötődnek. Il nostro Concilio Vaticano I, secondo questa concezione, è un concilio dottrinale. Ebben a felosztályban az első vatikáni zsinatot mindenképpen doktrinális zsinatnak kell tekinteni. Mentre il Vaticano II per alcuni passaggi pastorale e per altri dottrinale. A második vatikáni zsinat ezzel szemben lelkipásztori, de bizonyos tekintetekben dottrinális zsinatnak tekinthető. Prendiamo questa immagine sul Concilio Vaticano I. Nézzük az első vatikáni zsinat ezen ábrázolását. In alto è il mondo divino. Fönt az isteni világot látjuk. Dio Gesù con i suoi santi. Isten, Jézus és szentek. Che manda una luce durante il concilio su chi? Aki a isteni fényt lebocsátja a zsinat folyamán, kire? Hát kire? Pio IX. Pio IX, sì. Ma, hanno detto, eh? Ma perché Pio IX e non su tutto il concilio? Miért csak 9. Pius, miért az egész zsinat kapja a fényt? Perché è una riunione del concilio, non è un atto del Papa. A zsinat az egész együttesre vonatkozó, nem csak a pápáért. La luce è solo sul Papa perché il Concilio si occupa in maniera particolare del primato e dell'infallibilità papale. Amit a kép kifejez, az főleg a két fő témáról szól, a pápa tévedhetetlenségéről és primátusáról. Le immagini parlano più dei testi. A képek sokszor többet mondanak el, mint a szövegek. Questa immagine arriva anche a chi non sa leggere o a chi legge poco e male. L'idea è del primato papale. Ez a kép eljut azokhoz is, akik nem, vagy nem nagyon jól tudnak olvasni. A pápai primátus és tévedhetetlenség eszméjét közvetíti. Però noi dobbiamo anche parlare dei testi. De nekünk a szövegekről is szólunk kell. Il concilio l'idea del concilio nasce alla metà dell'Ottocento. A zsinat összehívásának ötlete a 19. század közepén. Viene annunciato nel 1867 e convocato nel 68. 67-ben jelentik be, és összehívása 1868-ban kerül sor. Dall'annuncio alla riunione ci sono alcune commissioni preparatorie. A zsinat meghirdetésétől az egybehívásáig több bizottság dolgozik az előkészítésen. Come vedete, una si occupa proprio della parte teologico-dogmatica. Az egyik bizottság a teológiai dogmatikus kérdésekkel foglalkozik. Un'altra solo la disciplina. Van egy, ami az egyház fegyelemmel. Ma vediamo anche le questioni politico-ecclesiastiche, rapporti chiesa-stato. De egy olyan is van, ami az egyház és állam kapcsolatával foglalkozik. Anche in questo concilio abbiamo elementi dogmatici e disciplinari nella preparazione. Az előkészítésben tehát doktrinális és disziplinális kérdések is felbukkannak. Il primo concilio, da chi è stato convocato? Una domanda. Kérdés. Ki hívta össze az első zsinatot?
Nikája. Nicéja. Nicéja, a Nicéjai zsinatot. Nicéjai zsinatot írt fel egynek, kérdeztem. A Csákosra, l'imperatore. L'imperatore Costantino. Tutti complimenti. Quello studente è sempre preparato. Come si chiama? Quello di accetto. Hogy hívják, aki mondta? Cristoforo. Cristoforo. Plusz egy jegyet írjon be Cristoforo. E anche i concili successivi sono sempre convocati dall'imperatore fino al concilio di Trento con Carlo V che lo convoca insieme al Papa. Tehát a zsinatokat, a nikaiai zsinattól kezdve mindig a császárok hívták egybe, egészen a trentói zsinatig, ahol V. Károly a pápával együtt hívja össze a zsinatot. Il concilio Vaticano I è il primo concilio convocato solamente dal Papa. Az első vatikáni zsinat az első olyan, amit a pápa egymaga hív egybe. Ed è un segno del cambiamento dei tempi, della nuova modernità. Ez is az időknek a jele, az új modernitásnak a megjelenése. In cui finisce l'unione più stretta tra trono e altare. A trónus és az oltár egységének a megszűnését jelenti. La Chiesa voleva l'unione trono-altare, ma la politica dell'Ottocento ha separato i due ambiti. La politica degli stati. L'Egyház szerette volna nyilván fönntartani a trónus és oltár egységét, de a 19. századi államok ezt már nem támogatták. Nell'Ottocento, infatti, abbiamo tutta una politica separazionista negli stati sotto regime liberale. A liberális irányítású országokban egy különvállás célzó mozgalom indul meg. Allora, l'imperatore non convoca più, convoca solamente il Papa, ed è il primo fatto. Non c'è più un ruolo attivo delle autorità civili. Tehát az a zsinatot a pápa hívja össze, a császárnak már nincs ebben szerepe, és a civil hatóságoknak nincsen semmilyen tevékeny szerepe az egészben. Ma ugualmente gli stati sono interessati al concilio e seguono i suoi lavori. Ugyanakkor az államok igen nagy érdeklődéssel tekintenek a zsinatra, és nyomon követik a munkálatokat. La cancelleria più preoccupata è quella della Baviera, il ministro degli esseri della Baviera. A legaktívabb állam ebben a tekintetben Bajorországi, akik állandóan figyelik, hogy mi történik. Questo per quanto riguarda gli stati, ma c'è, si pone un problema anche il concilio, si pone una domanda. Chi invitate? Invitiamo anche gli altri cristiani non cattolici, ortodossi e protestanti. Ez az államokat érinti, emellett fölmerül az a kérdés is, hogy a zsinatra meghívást kapjanak-e a többi keresztények képviselői, főként a protestánsok és a ortodoxok. Ma le lettere sono scritte in uno stile e un contenuto che urta la sensibilità dei protestanti e degli ortodossi che non parteciperanno. A meghívó levél megfogalmazása azonban olyan, amely sérti a protestánsok és az ortodoxok érzékenységét, úgyhogy végül nem jönnek el a zsinatra. Nella bolla d'indizione di convocazione Terni Patris, il Papa ricorda la sua potestà, la sua autorità di governo nella Chiesa, potestà giurisdizione di pascere, reggere tutte le pecore. Ez annak a bullának a szövege, az Eterni Patris kezdetű bulláé, amelyen egybehívja a pápa a zsinatot, és amelyben hangsúlyosan aláhúzza a hatalmát és jurisdikcióját, hogy ő neki kell az úr bárányait legeltetni. Andiamo avanti. Esiste il concilio effettivo e ciò che accade al di fuori del concilio e che influenza il concilio.
miközben a zsinat végzi a maga munkáját, a zsinaton kívül egyéb történelmi események zajlanak, amelyek befolyásolják magát a zsinatot. I gesuiti della civiltà cattolica vogliono influenzare sul influire sul concilio e pubblicano degli articoli che vogliono indirizzare il concilio verso l'infallibilità del Papa. A civiltà cattolica folyóirati jezsuita szerzői szeretnék befolyásolni a zsinatot a tévedhetetlen pápai tévedhetetlenség kimondása irányába, és ilyen cikksorozatot jelentetnek meg. Altri gruppi non sono d'accordo, soprattutto gruppi di cultura tedesca, come il teologo Dellinger, che scrive degli articoli contro. Eközben a főleg német ajkú teológusok egy csoportja ezzel egyet nem értve, az Allgemeine Zeitungban válaszolgat erre éppen ellentétes értelemben. Perché tutti scrivono sui giornali? Perché c'è un nuovo potere nell'Ottocento, che è il potere della stampa, che è il potere della opinione pubblica. Úgy, hogy a sajtóban jelennek meg ezek az álláspontok, a 19. század második felében a közvélemény, mint új tényező jelentkezik a sajtóban. Nei concili precedenti non avevamo questo condizionamento. Az ezt megelőző zsinatokban ez nem játszott szerepet. La stampa crea un'opinione pubblica che può influire sui padri e che crea delle aspettative fuori del concilio nella Chiesa. Tehát a sajton keresztül lehet befolyásolni a zsinati atyákat, és a zsinatot magát, amely befolyásolja a zsinatnak a kimenetét is. La stessa cosa accadrà per il Concilio Vaticano II. Ugyanez lejátszódik a II. Vatikáni zsinat idején is. Al concili, al... Poi spiego, l'altra parte la spiego dopo. Ci sono due idee che si confrontano al concilio, due concezioni di concilio. Tehát két álláspont ütközik, ami a zsinat felfogását érinti. La tendenza ultramontana, che guarda a una chiesa unita con e sotto il Papa. Az ultramontán irányzat, amely az egyház egységét pápával és a pápa alatt tételezi. Che è la cultura cattolica più forte nell'Ottocento, la stragrande maggioranza. Ez a 19. században a túlnyomó többséget jelenti az egyházban. Poi c'è una tendenza liberale che minoritaria. Van egy liberális, kisebbségi áramat, che vuol comprendere le dinamiche ecclesiali, decisionali del concilio, secondo un'idea liberale, costituzionale, parlamentare, non solo nel concilio, ma in genere nella Chiesa. Ami általában az egyházi döntéshozatal tekintetében szeretné elérni, hogy alkotmányos, parlamentáris irányban mozduljanak el a dolgok. E quando nel concilio si arriverà a discutere fortemente sulla Chiesa, ma soprattutto sull'infallibilità del Papa, più che della Chiesa, nel concilio si parlerà dell'infallibilità del Papa, queste due tendenze si scontreranno fortemente, perché è in gioco proprio il rapporto non solo sull'infallibilità, ma tra la Chiesa e le libertà liberali, sul concetto di libertà. Nyilván, amikor a pápai tévedhetetlenség dogmájáról kezdődik vita a zsinaton, akkor ez a két irányzat élesen ellentétbe kerül, hiszen nem csak egy dogmáról van szó, hanem az egész egyház felfogásról, az egyház és a liberális értelemben vett szabadságoknak a viszonyáról. Allora, dove si svolge il concilio? Hol zajlik maga a zsinat? Questa è la Basilica di San Pietro. Qui c'è la piazza.
A Szent Péter Bazilikában vagyunk, előtte a tér helyezkedik el. Qui c'è l'altare della confessione dove ancora il Papa di oggi, Francesco, celebra la messa. Most mutatott helye, ugye a főoltári, ahol Ferenc pápa is a misét mondja. E il concilio si svolse in un braccio laterale della Basilica Vaticana di San Pietro. Az egyik oldalhajóban zajlott az első vaticáni zsinat. L'audio all'inizio non era molto buono. Az elején nem igen lehetett hallani. Nem ugyan hallották egymást az atyák. Ma poi hanno risolto, ci potevano sentire. Aztán megoldották ezt a technikai problémát. Allora, c'è il regolamento che è molto importante in qualsiasi riunione dei vescovi. Minden püspöki összejövetelen igen fontos a belső szabályzat. Ricordatevi che chi conosce il regolamento è quello che vince. Jegyezzétek meg, hogy aki ismeri a szabályzatot, az győz. Vale così anche nei congressi politici e parlamentari. Ez így van a parlamenti és politikai küzdelmekben is általában. E ricordatelo quando sarete impegnati nella politica o nella chiesa. Hogyha a politikában vagy az egyházban akartok dolgozni, akkor emlékezzetek erre a maximum. Il regolamento del Concilio Vaticano I ha una particolarità che ci sono delle riunioni generali dove si può riunione generale. Tehát az első vaticani zsinat szabályzatában van egy különleges pont, a viták egyrészt az általános kongregációkban zajlanak. Ma normalmente nei concili moderni non si lavora tutti insieme, ma sempre per commissioni, perché si può discutere bene e scrivere i testi. De a tényleges munka a modern zsinatokban már kisebb csoportokban, kisebb bizottságokban zajlik, ahol a vita gördülékenyebb lehet, és meg lehet fogalmazni a szövegeket. Queste commissioni durante il Concilio Vaticano I si chiamano deputazioni. Ezeket a kisebb csoportokat deputációt nevezik az első vaticani zsinat idején. Cosa succede? C'è un testo che viene discusso nelle deputazioni, se ne parla nelle congregazioni generali, viene poi discusso e modificato nelle deputazioni e poi torna alle congregazioni generali. Miután ezekben a kisebb bizottságokban megbeszélték és megfogalmazták a szövegeket, utána visszatér az általános kongregáció elé. Dopo la congregazione generale che c'è un'approvazione, si va all'approvazione definitiva che avviene in una sessione solenne. A hivatalos elfogadása a szövegeknek egy ünnepélyes ülésen történik. E poi c'è la promulgazione da parte del Papa, del decreto, della Costituzione finale. A végső pont a szövegnek a pápa általi kihirdetése, promulgációja. Questi sono le proporzioni della partecipazione dei vescovi al concilio. Itt a országok szerinti megoszlása a részvevő püspököknek. Il gruppo più numeroso è quello degli italiani. Legtöbben az olaszok vannak. E vedete che in genere l'Europa è quella quasi due terzi dei partecipanti. Sì, due terzi abbondante. Az európaiak több mint kétharmadát teszik ki az egész együttesnek. Ma dovete pensare che Asia, Africa e Oceania, in quel periodo i vescovi erano europei anche. De hozzá kell venni, hogy Oceániában, Afrikában és Ázsiában ebben az időszakban európai püspökök voltak. È un concilio molto europeo. Ez egy igen európai zsinat. I veri non europei sono questo piccolo spicchio americano e basta. Az a kicsi színes gerezd, az amerikai gerezd, az a nem európai igazából. Vengono presentati molti testi in concilio, abbiamo ben 65 schemi. 65 témát vetettek napirendre. Tra questi schemi ce n'è uno sulla Chiesa che non parla della infallibilità. Van egy olyan egyházról szóló
dokumentum, amely nem beszél még a pápai tévedhetetlenségről. Ma il tema dell'infallibilità viene introdotto dai gesuiti della civiltà cattolica, come abbiamo già visto. De ahogy feltem már utaltam rá, a jezsuitáknak sikerül fölvetetni ebbe a dokumentumba a következő témát. Mármint a pápai tévedhetetlenség témáját. In concilio c'è un clima libero, tanto è vero che dei vescovi possono fare delle critiche al centralismo romano. Elég szabad légkör van a zsinaton, még a római túlzott központosításról is nyíltan tudnak beszélni. Vi dico questo perché alcuni dissero a suo tempo che non c'era libertà, invece c'è stata libertà e anche di critica. Sokan azt vetették a Vatikán, első Vatikán zsinat szemére, hogy igazából nem volt szabad a vita, ezzel szemben tudjuk, hogy kritikák is megfogalmazódtak. Nello schema sulla Chiesa si parlava di Chiesa come corpo mistico. Ebben az előkészítő szövegben az egyházra a misztikus test kifejezést alkalmazták. I vescovi hanno rifiutato questa definizione ritenendola troppo vaga. A püspökök akkor elvetették ezt a megfogalmazást, mert túl általánosnak vélték. Ma questa espressione la troviamo al Concilio Vaticano II, un secolo dopo. Egy évszázaddal később a II. Vatikáni zsinat éppen ezt a kifejezést választotta. Ciò che i vescovi ritenevano vago nell'Ottocento diviene invece un punto ricco fondamentale del Novecento. Amit a 19. századi püspökök még túl meghatározhatatlannak éreztek, 20. században az egyik tartó oszlopa lett a II. Vatikáni zsinat szövegeinek. Vedete la storicità della Chiesa come cammina e c'è una evoluzione nel tempo. Ebből lehet látni például az egyház történetiségét, hogyan fejlődik. Intorno alla infallibilità papale noi abbiamo due schieramenti, gli infallibilisti a favore della infallibilità, che sono l'80% dei padri conciliari. A pápai tévedhetetlenség tekintetében két pártra oszlanak az atyák, 80%-ban vannak, akik a tévedhetetlenségi dogma mellett vannak. E poi abbiamo il gruppo che invece è contrario alla infallibilità papale perché preferisce parlare della fallibilità papale. Sono soprattutto vescovi d'Europa centrale di lingua tedesca e alcuni francesi e qualche americano, ma soprattutto tedeschi e poi francesi. A német, francia e közép-európai püspökök egy csoportja viszont éppen a pápa tévedését szeretné bevenni a szövegbe. Tévedhetőség. Fallibilità. Hát azt a tévedhetőség. Hit és erkölcs dolgában is, amit kinyilvánít, abban nem tévedhetetlen, tehát... Tévedhető. Alkossuk meg. Jó, következő óra a pályázatot írunk ki, hogy hogy lehetne ezt. Va bene. Mi dispiace. Bandito un concorso. Qui alcuni vescovi fallibilisti, alcuni vescovi non infallibili, che non sono a favore dell'infallibilità, ci sono, e quel gruppo è diviso in due parti. Alcuni che sono contrari per ragioni teologiche vere e proprie e altri solo per motivi di opportunità del momento e non a livello teologico. A tévedhetetlenséggel szembe szegülő csoport is két felé oszlik. Az egyiknek a fő oka, hogy alkalmatlannak találják a pillanatot ennek kimondására, a másik az inkább teológiai érveket sorakoztat fel. Qui andiamo avanti. Questa discussione sulla infallibilità attraversa il concilio. A tévedhetetlenségről szóló vita végig kíséri az egész zsinat idejét. Quindi, dopo che ha approvato il primo documento, la Costituzione dei Filius,
che tocca problematiche filosofiche del rapporto ragione e fede, si comincia a parlare della Chiesa. Amikor elfogadták az első konstitúciót, amely leginkább filozófiai kérdésekkel, a ráció és hit kapcsolatával foglalkozik, megkezdődik a vita a tévedhetetlenségről. Dato che nella discussione sulla Chiesa è emerso il problema della infallibilità, si vuole anticipare questo tema e non si vuole solamente fare un lavoro sulla Chiesa, ma sul Papa in quanto tale. Fölmerül a gondolat, hogy a tévedhetetlenséggel kapcsolatban nem az egyházról, hanem magáról a pápáról fogalmazzanak meg egy dokumentumot. Quindi dallo schema della Chiesa vengono presi dei capitoli sul primato e sulla infallibilità. Kiemelik a készülő dokumentumból két fejezetet, azt amely a pápa primátusáról és amely a pápa tévedhetetlenségéről szól. E questa discussione sul Papa porterà nel luglio del 70 a una nuova costituzione, Pastor et Petrus. És ebből a kettőből születik meg 1870. júliusában a Pastor et Petrus Constitution. Allora, noi abbiamo tre documenti importanti del Concilio, De Filius, De Papo Catechismo, Pastor et Petrus. Ez a három legfontosabb konstitúciója ennek a zsinatnak, Dei Filii, De Papo Catechismo és Pastor et Petrus. Come vi ho detto pochi minuti fa, c'è una votazione. Ahogy a szavazat kapcsán láttuk, van egy általános szavazás, che riceve il favore di 515 voti. 515 pozitív szavazatot kap, e per diventare un documento ufficiale deve passare una seconda votazione che è quella solenne. A hivatalos ünnepélyes záró aktuson, come vedete, riceve il voto di tutti i padri presenti. Ahogy látszik, az összes jelenlévő atyának a pozitív szavazatát megkapja. Il documento, e quindi dopo la votazione solenne viene promulgato dal Papa. Az ünnepélyes szavazás után a pápa kihirdeti ezt a konstitúciót. La stessa cosa accade per la Pastor et Petrus. Ugyanez következik be a Pastor et Petrus konstitúció kapcsán is. Come vedete, nella De Filius, su 590 padri, 515 favorevoli, 83 placet iuxta modum. Az 515 pozitív szavazat mellett a 83, aki megszorítással. Cosa significa placet iuxta modum? Pontosan mit jelent ez a iuxta modum? Okay, ma. Hát rendben van, de. E chiedono delle modifiche. Módosításokat kérnek. Per la Pastor et Petrus, su 600 padri, abbiamo 451 favorevoli. A Pastor et Petrus kapcsán 601 résztvevőből 451-en szavaznak mellette. 62 placet iuxta modum. 62, aki feltételesen támogatja. E quasi 90 non placet. És majdnem 90, aki ellene szavaz. Ma nella votazione solenne ci sono solamente due contrari. A ünnepélyes végszavazáson azonban csak két ellenszavazat van. Alcuni vescovi non vanno a votare. Néhány püspök nem megy el a szavazásra. Uno di questi due vescovi, erano due vescovi contrari, un italiano. A két ellenszavazó közül az egyik egy olasz. Che disse che si era sbagliato. Aki később azt mondta, hogy tévedett. E un altro vescovo, americano. És egy amerikai püspök. Ed era il vescovo di Little Rock, piccola roccia. A Little Rock püspök. E quindi c'è la battuta, la piccola roccia è andata contro la roccia di Pietro, perché su questa pietra edificherò la mia chiesa. És akkor ezt a viccet szokták mondani, hogy ez a kis szikla megütközött a nagy sziklával, amely az egyház épült. C'è un terzo documento del Concilio, che è il De Papo Catechismo.
A harmadik dokumentum a De Parvo Catechismo, ma che non fa parte dei documenti finali del Concilio, amely nem szerepel a végdokumentumon között, perché venne approvato dai padri, ma non avvenne la votazione solenne. Az atyák elfogadták ugyan, de nem volt soha ünnepélyes végszavazás. Quindi, base al regolamento, non è un documento della Chiesa. A szabályzat szerint ez nem hivatalos dokumentum az egyháznak. In base al regolamento, le commissioni più importanti relative al dogma erano state prese dalla maggioranza infallibilista. Perché loro sapevano che erano importanti quelle commissioni, allora le prendono per loro. Tehát a szabályzat szellemében a legfontosabb határozatokat a többség, vagyis a tévedhetetlenség pártiak hozzák meg, akik ezeket a bizottságokat gyakorlatilag elfoglalják. E quindi riescono ad avere il risultato voluto. Így érik el a kívánt eredményt. Abbiamo allora alla fine solo due documenti, Dei Filius e Pastor Eternus. A végeredmény tehát két dokumentum. Quanto tempo abbiamo ancora? Eddig tart. Három negyedik. Quanti? 25. Ok. Il primo documento è la Dei Filius. Ezekhez az első, tehát a Dei Filius. Che ci parla di Dio, della rivelazione, della fede e del rapporto tra ragione e fede. A fejezetek a Teremtő Isten a kinyilatkoztatása, a hit és a hit és az értelem kapcsolata. Il documento condanna alcune visioni filosofiche. Ez a Costituzio elítél bizonyos filozófiai áramlatokat. Condanna il razionalismo da una parte e il fideismo dall'altra. Elítéli egyik oldalon a racionalizmust és a fideizmust a másik oldalon. Perché tutte e due le visioni mortificano la ragione. Mert mind a kettő igazából az emberi értelemmel, a rációval szemben megy. Perché nel fideismo si dice si esclude la ragione nella via della conoscenza di Dio, che è una conoscenza che viene solo per fede e la ragione non ci può arrivare, quindi la ragione è umiliata. A fideismusban az Istenhez vezető utak közül teljesen kizárik a rációt, Isten egyedül a hit útján lehet megismerni. Nel razionalismo si parla di una conoscenza che prescinde, esclude totalmente la fede. A racionalizmus ezzel szemben az az irány, amikor a hitet zárjuk ki teljesen Isten megismerésének útjai közül. Il documento vuol parlare del modo in cui l'uomo può arrivare a Dio, dicendo che questo rapporto tra ragione e fede in qualche modo completa l'uomo, togliendo tutti gli estremismi unilaterali. A dokumentum arról szól, hogy az ember hogy juthat el Isten megismeréséhez, ennek a két szélsőségnek az elkerülésével, hogyan teheti önmagát teljesenni. E quindi possiamo dire alla fine che la fede non può sostituirsi alla ragione. Az egyik állítás, fontos állítás, hogy a hit nem helyettesítheti. E si va contro il fideismo e il tradizionalismo che svalutano la ragione umana. És elítéli a fideizmust és csak a hagyományokra építést, amelyek leértékelik az emberi értelmet. Qui possiamo saltare, c'è anche una condanna del semirazionalismo. Allora, vogliamo parlare ora del documento Pastor Eternus. Beh, questo Pastor Eternus documentum. Partiamo da lontano, sul primato del Papa. Papa primatusáról van szó. Vedete, anche nel primo millennio, nel Concilio Costantinopolitano IV, si parla del ruolo di Roma. Amint látják, a 9. századi 4. Konstantinápolyi zsinatban is van szó a pápai primátusról. È un primato di onore e di rispetto.
ahol megbecsülés és tisztelet szavak olvashatók, che condanna gli scritti o i discorsi che vanno contro il Papa, elítéli azokat az írásokat vagy beszédeket, amelyek a római pápa ellen szólnak, non solo, ma si va contro chi pronuncia una sentenza contraria ai papi. Sőt, elítéli azokat is, akik bármilyen ítélettel sújtják a római pápát. Facciamo un salto ancora più avanti, andiamo nel XV secolo. Most ugorjuk a 15. századba. È il concilio di Firenze, in cui ci fu la riunione tra Occidente e Oriente. Ez a firenzei zsinat, ahol a keleti és a nyugati egyház kapcsolat felvétele zajlott. Ma fu una unione fittizia. Ez igazából egy fiktív összejövetel. Sulla carta e non nella realtà. Valójában csak a papíron zajlik, és nem a valóságban. Al di là del contesto storico che avrete visto nel corso, ci interessa un passaggio del documento. A történeti kontextust nyilván a kurzus során már megismerték, nézzük bele a dokumentumba. In cui si parla del primato del Papa su tutto l'universo, amely kijelenti, hogy a római pápának primátusa van az egész egyetem. Un pieno potere di governare la Chiesa universale. Teljes hatalma van, hogy az egyetemes egyházat vezesse. Andiamo ai nostri giorni al Vaticano I. Most így eljutunk az első vatikáni zsinathoz. Anche il Vaticano I parla di questo primato, ma in maniera molto forte e più dettagliata. Az első vatikáni zsinat is erről a primátusról szól, de nagyon hangsúlyosan és erősen. Perché nel secondo millennio c'era stato un confronto molto vivace dentro la Chiesa occidentale sui poteri della Chiesa. A második évezetben igen fontos küzdelmek zajlottak a pápa primátusa körül. Un confronto vivace tra Papa e Imperatore, a császár és a pápa között, ma anche tra Papa e Vescovi. De a pápa és a püspökök között is. Nel secondo millennio abbiamo ecclesiologie che parlano del primato dei vescovi dentro la loro nazione. Ebben a második évezetben találunk olyan dokumentumokat, amelyek a püspököknek az elsőbségét hirdetik. Sono concezioni legate alla nascita dello Stato moderno anche. Ezek az újkori államok, modern államok megszületésével kapcsolatos dokumentumok. Per cui abbiamo in Francia l'ecclesiologia gallicana. Így születik meg Franciaországban a gallikán egyházkép. In Europa centrale l'ecclesiologia legata al febronianesimo, a febronio. És a febronianizmus német területeken a 18. században. Febronius álnéven publikáló manci segédpüspökről, de ezt majd később fogják tanulni. Allora, il Concilio Vaticano I prende una posizione chiara contro queste visioni cristologiche. Az első vatikáni zsinat igen világos álláspontot képvisel ezekkel az egyházképekkel szemben. E ci parla di un del primato come un potere ordinario, episcopale e immediato. Tehát arról beszél, hogy ez a primátus rendes hatalom, jurisdikciós, tehát törvényhozó hatalom, püspöki hatalom és közvetlen. Ordinario significa non straordinario. Tehát rendes hatalom, vagyis nem rendkívüli. Quindi che è proprio di chi lo detiene. Azt jelenti, hogy annak sajátja, aki ezt a hatalmat birtokolja. Questo potere proprio ordinario è legato essendo alla consacrazione che ha questa persona. Cioè il Papa ha questo potere di giurisdizione primato è legato alle sue funzioni episcopali. È un potere ordinario e episcopale.
A második legfontosabb jelző az, hogy püspöki hatalom, tehát az adott személy püspöki szenteléséhez kapcsolódó hatalom. Ed è un potere immediato. Ezen kívül még közvetlen hatalom is. Cioè non è mediato da altri. Vagyis nincsen közvetítő ennek a hatalomnak a gyakorlásában. Questo primato di giurisdizione riguarda quattro punti. Ez a törvényhozói hatalom négy pontot érint. La fede, i costumi, la disciplina e il governo della Chiesa. Ezek pedig a következők, a hit, a szokások, a fegyelem és a kormányzás. Hit, szokások, fegyelem és kormányzás. Non riguarda l'economia, né la politica. Nincs köze a gazdasághoz és nincs köze a politikához. È un primato solo su questi quattro punti. Erre a négy pontra vonatkozó hatalomról van szó. Quando parlo di costumi, intendo morale. Nell'Ottocento, quando si parla di costumi, si intendeva di morale. Amikor a szokás szót használom, az erkölcsről van szó, ez a 19. századi terminológiából adódik. In un capitolo, nel capitolo successivo della Pastor Eternus, si parla invece della infallibilità papale. A Pastor Eternus következő negyedik fejezetében a tévedhetetlenségről van szó. E questa infallibilità riguarda la fede e i costumi. Ez a tévedhetetlenség a hitre és a szokásokra, vagyis az erkölcsre van. Il primato riguardava fede, costumi, disciplina e governo, mentre l'infallibilità sulla fede e costumi. Tehát még egyszer, a hatalom négy pontra vonatkozik, a hitre, erkölcsre, fegyelemre és egyházkormányzásra. Ezzel szemben a tévedhetetlenség csak a hit és az erkölcs ügyeire. L'infallibilità non è del Papa, ma dell'insegnamento papale. A tévedhetetlenség nem a pápa személyét, hanem a pápai tanítást érinti. Alcuni infallibilisti volevano parlare anche di una infallibilità personale, ma era una minoranza. A tévedhetetlenség pártiaknak egy kisebbsége személyhez kötött tévedhetetlenséget szeretett volna ebbe belefogalmazni, de kisebbségben maradtak. La discussione sull'infallibilità ha aiutato a limitare l'infallibilità. A tévedhetetlenségről szóló vita végső soron korlátozta ennek a dogmának a tartalmát. Allora, si parla di infallibilità dell'insegnamento papale sulla fede e i costumi quando il Papa parla ex cathedra. Végső soron a megfogalmazás szerint tehát hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen a pápa, amikor ex cathedra beszél. Ex cathedra cosa significa esattamente? Mit jelent pontosan ez az ex cathedra? È un punto delicato. Ez egy érzékeny pont. Significa che non tutti gli insegnamenti del Papa sono infallibili, perché il Papa non parla normalmente ex cathedra. Ez azt jelenti valójában, hogy nem minden pápai megnyilatkozás tévedhetetlen, hiszen a pápa többnyire nem ex cathedra szólal meg. Quando la domenica parla l'Angelus dalla finestra dell'appartamento, non è ex cathedra normalmente. Amikor az Angelus imádságot mondja vasárnap délben az ablakából, az nem ex cathedra nyilatkozat. Anche nelle encicliche non è necessariamente ex cathedra. Még az enciklikák sem ex cathedra megnyilatkozások. Ex cathedra è quando parla pienamente con la sua autorità di successore di Pietro e Paolo. Tekintünk a megnyilatkozásra ex cathedraként, amikor Szent Péter utódaként itt és erkös dolgában nyilatkozik meg. Fra poco vediamo quante volte ho usato questo potere in casa, ma aspettiamo qualche minuto ancora. Pár perc múlva meglátjuk, hogy összesen hány ízben használták a pápák ezt a
tévedhetetlenséget. Questa infallibilità, questo insegnamento infallibile è irreformabile per se stesso. Ezek a megnyilatkozások azonban megváltoztatatlanok önmagukra tekintve. E non in virtù del consenso della Chiesa. Az egyház non a causa. És nem a egyház közös egyetértésén alapulnak. Cioè il Papa, per dare un insegnamento infallibile, non deve chiedere il consenso ai vescovi. A pápának nem kell kikérnie a püspökök egyetértését ahhoz, hogy ex cathedra megnyilatkozást tegyen. È un potere suo che quando lo usa è irreformabile, anche se alcuni vescovi possono pensarla diversamente. Amikor így nyilatkozik meg, akkor ez egy visszavonthatatlan megnyilatkozás, még akkor is, hogyha egyes püspökök másképp gondolkoznak. Quest'ultima frase l'ha voluta proprio Pio Nono. Ezt a legutolsó mondatot személyesen 9. Pius akarta. L'ha introdotta lui a documento finito. A kész dokumentumhoz fűzte hozzá. Così possiamo salutare. Andiamo un po' più veloce, scusate. Il concilio si conclude con due punti importanti: il primato di giurisdizione del Papa e la infallibilità del suo insegnamento. L'Első Vaticani zsinat végén két igen fontos téma emelkedik ki: a pápai primátus és a pápai tévedhetetlenség. Il concilio si interrompe perché c'è una guerra franco-prussiana e poco dopo quella guerra Roma viene occupata dalle truppe del Regno d'Italia. Megszakad a zsinat, 1870-ben kitör a francia-porosz háború, és nem sokkal ezután az olasz királyság csapatai megszállják Rómát. Allora il concilio viene rinviato a data da destinarsi sine die. Ekkor elhalasztják a zsinat folytatását a pontos dátum meghatározása nélkül. Alcuni cattolici rifiutano le decisioni finali del concilio. Vannak olyan katolikusok, akik elutasítják a zsinat végső döntéseit. E si attua uno scisma chiamato dei vecchi cattolici, vetero cattolici. Kialakul egy szkizma, egy egyházszakadás az ókatolikusok ekkor állnak ki. Soprattutto tedeschi, che stavano intorno al teologo Dellinger. Ezek főleg német teológusok, akik Döllinger körül csoportosulnak. È una chiesa scismatica che esiste ancora ai nostri giorni, ma conta poche migliaia di aderenti. Ez a különvált egyház megvan mind a mai napig, pár ezer követője van. Il resto della chiesa aderisce alle decisioni conciliari. Az egyház fennmaradó része csatlakozik a zsinat döntéseihez, elfogadja. Vengono sconfitte le correnti ecclesiologiche di cui parlavamo prima, gallicanesimo e febronianesimo. Kiiktatják a gallicanizmust, a febronianizmust, episcopalismo in genere. Episcopalizmussal szembeszállnak. E noi troviamo una differenza nel linguaggio del concilio, o meglio, troviamo una differenza nel linguaggio dei vescovi prima e dopo il concilio. Megváltozik a püspökök által használt nyelv is a zsinat előtt és után. Conosco più che altro la situazione italiana. Én főként az olasz helyzetet ismerem. Dove i vescovi prima del concilio nelle loro lettere pastorali citavano solo i papi dell'antichità come Leone Magno, Gregorio Magno. Az olasz püspökök a zsinat előtti időkben szívesen csak az antik időknek, vagy az első évezrednek a nagy pápaira, a nagy Szent Gergelyre, nagy Szent Leóra hivatkozgatnak. Gregor. Dopo il concilio invece, a zsinat után viszont,
è sempre più citato il Papa regnante. Egyre gyakrabban hivatkoznak az uralkodó, éppen hatalmon lévő pápára is. Se vedete anche i nostri giorni, non so chi è cattolico tra di voi, ma i cattolici tra di voi, anche gli storici, se leggono le dichiarazioni odierne dei vescovi, delle conferenze episcopali, dei singoli vescovi, si cita sempre il Papa regnante. Nem tudom, hogy itt ki katolikus, vagy ki ismeri ezeket a dokumentumokat, de nyilvánvaló, hogy ma is az az irányzat uralkodik, hogy a éppen uralkodó pápától is szoktak idézni a dokumentumokban. È una sensibilità che è nata dopo il Concilio Vaticano I, che arriva fino ai nostri giorni. Ez a jelenség az első vatikáni zsinat után jelent meg, és mind a mai napig érvényes. Ma torniamo all'Ottocento. Ma menjünk vissza a 19. századra. Come capire il Vaticano I? Può essere anche capito come un compimento del Concilio di Trento. Fölfoghatjuk-e úgy az első vatikáni zsinatot, mint a trentói zsinatnak a beteljesülését? Che sono i due concili della modernità, della prima e della seconda modernità. Amely az újkornak, vagy a modernitásnak az első és a második fontos zsinata. Questo richiede una discussione approfondita. Erről hosszasan lehetne beszélni, vitatkozni. Alcuni temi trattati in concilio non entrano nei documenti finali. Bizonyos témákat, amelyeket a zsinat megvitatott, nem vettek be a végső dokumentumokba. Erano 65 schemi, ma alla fine abbiamo solo due documenti. Emlékeznek rá, 65 témát vetettek napirendre, de összesen két záró dokumentum keletkezett. E vi ricordo, c'era anche un documento approvato, ma senza solennità, che è il catechismo. Volt ugyan egy harmadik, amit megtárgyaltak, de erről nem volt végszavazás. Cosa ci facciamo di tutto questo materiale? Mi van mindezzel az anyaggal? I papi successivi a Pio IX lo utilizzano nei loro documenti per continuare il concilio in qualche modo. A 9. Pius követő pápák felhasználják ezeket a dokumentumokat, hogy egy más formában folytassák a zsinat munkáit. Quindi Pio X scriverà un catechismo che ha avuto un successo per più decenni. 10. Pius például egy katechizmus jelentett meg, aminek hosszú évtizedekig hatalmas sikere van. Gli altri segmenti di riforma le prende anche lì Pio X e avvia i lavori del primo codice di diritto canonico della storia. 1917-ben a kánoni jognak a megreformálása is megtörténik, első ízben a történelem során. E così il successore di Pio X, Benedetto XV, pubblica nel 17 il primo codice di diritto canonico. 1917-ben jelenik meg a kánoni jogi kódex. Sempre Pio X avvia molte riforme, liturgia, catechesi, riforme della curia, riforme delle visite pastorali. Ugyancsak 10. Pius valósít meg egy csomó reformot az egyházban, a liturgia, a katekézis, a kánonjog, a kúria, a lelkipásztori látogatások területén is. La sensibilità del concilio è andata oltre il concilio stesso. C'è un lungo concilio. Ez valamiképpen a zsinat meghosszabbításának tekinthető, a zsinatnak a témák iránti érzékenysége itt nyert valamilyen képen befejezést. Visszatérve egy pochino veloce. Sono diverse interpretazioni sul concilio. Abbiamo 5 minuti. Allora, saltiamo anche la parte della modernità. Andiamo all'ultima domanda. Abbiamo un minuto, vero? Sì. Quando è stata applicata? Quando il Papa ha usato la sua infallibilità di insegnamento? Domanda. A kérdés, mikor használták a pápák a tévedhetetlenséget? Forse in un solo caso nella storia. Egyetlen egy alkalommal a történelem során. Quando nel 1950 Pio XII definisce il dogma dell'assunta. 1950-ben 12. Pius mondja ki a Mária mennybevitelének dogmáját. Qui abbiamo messo un quadro dell'assunta, chiaramente. Itt a Mária mennybevitele kép illusztrálja ezt. Alcuni storici però non sono d'accordo, perché in quel caso Pio XII consultò anche l'episcopato.
vannak olyan történészek, akik szerint ez sem így van, mivel 12. Pius ekkor kikérte a püspökök véleményét. Ci sono altri documenti in cui il tono del documento si è lo stile e le forme si richiamano all'autorità ex cathedra del Papa. Vannak más pápai dokumentumok, amelyeknek a stílusa, formája, tartalma olyanok, mint egy ex cathedra megnyilatkozási. Un documento sul matrimonio di Pio X, amely a pap szentelésről szól, amelyet csak a férfiak kaphatnak meg, és a nők nem. Ma non c'è ancora una opinione comune su questi altri documenti. De ezekről a dokumentumokról még nincs általánosan elfogadott vélekedés. Allora, il Concilio Vaticano I ha avuto molto vivacità di scontri intorno all'infallibilità che poi quasi, possiamo dire, non è stata mai utilizzata. Quindi ci összefoglalhatjuk, hogy a legnagyobb vitát kavart téma a pápai tévedhetetlenség dogmája végül is soha nem került alkalmazásra. Il papato ha usato molto di più il primato di giurisdizione che l'infallibilità. A pápaság sokkal inkább használta a törvénykezésbeli elsőségét, mint a tévedhetetlenséget. Col primato di giurisdizione nomina i vescovi in tutto il mondo. Ennek segítségével nevezi ki a püspököket az egész világon. Può intervenire su qualsiasi fedele. Jogkör gyakorló minden egyes hívő felett. Il primato è molto più presente e invasivo nella vita della Chiesa. Ez a primátus sokkal inkább jelenvaló az egyes hívő életében és az egyház életében. Concludendo l'ultimo passaggio sulla infallibilità. Az utolsó pont a tévedhetetlenséggel kapcsolatban. Abbiamo cominciato parlando della Gregoriana. A Gregoriánáról kezdtünk beszélni. Parlando dei santi e degli altri della Gregoriana. A szentekről és a boldogokról. Qui avete in latino le formule di beatificazione e canonizzazione. Itt vannak azok a formulák, amelyekkel a boldoggá, illetve szentjavatás megtörténik az egyházban. Quando il Papa beatifica un uomo o una donna, usa questa formula vi et autoritate nostra apostolica. Amikor egy férfit vagy egy nőt boldoggá avat a Szent Atya, ezt a formulát használja. Vi con la forza e l'autorità della l'autorità nostra apostolica. A mi apostoli erőnknél és tekintélyünknél fogva. Invece guardate il testo della canonizzazione è molto più ricco. Ennél sokkal gazdagabb a szentjavatás szövege. E dove si parla dell'autorità di nostro Signore Gesù Cristo? Ahol Jézus Krisztus, Urunk Jézus Krisztus tekintélyére hivatkozik. L'autorità di Pietro e Paolo, apostoli. Péter és Pál apostol. Con tutte queste autorità il Papa definisce e ascrive all'elenco dei santi il nuovo santo. Ezekre a tekintélyekre hivatkozva írja be őt a szentek könyvében. Come vedete il linguaggio sembra come ex cathedra. Olyan ez a szöveg is, mint hogyha ex cathedra megnyilatkozás volna. E poi la cattedra di Pietro. Hiszen Péter katedrájára hivatkozik. Per la maggioranza degli studiosi nelle canonizzazioni il Papa usa la sua infallibilità di insegnamento. Van, aki szerint a szentjavatáskor a pápa a tévedhetetlenségét használja. Ma anche qui non c'è unanimità tra gli studiosi. De ebben sem ért egyet minden kutató. Allora, concludiamo qui perché il tempo è andato avanti velocemente. Grazie per la vostra pazienza e il vostro ascolto. Itt befejezzük az előadást, köszönöm a türelmüket és a figyelmüket. Grazie per la vostra attenzione.
Mi is megköszönjük Régoli professzor úrnak, hogy eljött Rómából közénk, és ilyen színes és történeteket belülről analizáló előadást tartott számunkra. A következő alkalommal fogunk róla kicsit beszélgetni, fogalmazni meg a kérdéseinket. Például miért 7 ökumenikus zsinat szerepel, közben 8-at tanultunk. Például mi az ökumenikus zsinat és az univerzális, ökumenitás és univerzalitás között voltak még terminumi bizonytalanságokat. Az eltérés és előtérbe került a második vatikáni zsinat, amivel jövő héten le is fogunk zárni ezt a kurzusunkat. Tehát, hogy nem volt ilyen előadás a neked, akkor gyere, mert tudom, ki fog törni az advent és a karácsony, a vipulás is jönni. Köszönöm figyelmedet, türelmet!